Ragyogó szép napot mindenkinek! A mai nap egy pár gyors villámtippel érkeztem nektek, amiknek a segítségével jobb játékossá válhattok, megfontoltabbak lehettek, és gyakrabban nyerhetek harcokat. Nem fogok túlságosan részletesen belemenni mindenbe, inkább úgymond a fejlődés kis csíráját ültetném el most bennetek. Ugyanis, hogyha bármilyen javaslat most új lesz számotokra, innentől kezdve figyelni tudtak majd ezekre, és magatokévá tudjátok tenni idővel. A hamarosan elhangzó tippek nagy része építési technikákhoz és trükkökhöz, illetve szituációalakítás vesznek köthetőek, de a végén lesz kettő, amit még talán senki nem javasolt nektek, de kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy jobb legyél. Kezdésnek egy kis alapvető javaslatot mondanék, hogy milyen loadoutot érdemes használni, hogyha még nem igazán tudsz dönteni. Ha ehhez nem kell segítség, vagy tip, akkor a videó idősávjának a következő kis rublikájához tekerj. A primer shotikat a kezdetekhez képest már nagyon lenörfölték, szóval szerintem nem is kérdés, hogy melyik shotit vidd el. A falakba is borzalmas a sebzésük, így boxfightokra ilyen téren teljesen hasznavetetlen. Csak akkor működik, hogyha valakinek az arcába tudsz menni, viszont erre nem mindig van lehetőség sokszor, plusz hosszú távon ez az arcba menős játékstílus nem fog nagy eredményekhez vezetni, ugyanis aki jobban lő nálad egy pumppal, hamarabb el fog intézni, mint te üt egy primer shotival. Szóval csak is a pumpot tudom ajánlani. Árből a sima és Skarel viszi el a primát, ugyanis ezeknek van first shot accuracy-ük, az az első lövéses pontosságuk a primer AR-ral ellentétben, ami nagyon sokat számít. Szólóban egyáltalán nem ajánlanám a primer járt, viszont hogyha dóban vagy trióban játszol, és te akarsz a daramester lenni, akkor elgondolkozhatsz rajta. A csapatod, hogyha viszkárelt helyetted, akkor ők ott lesznek a távolabbi pötyögtetése, miközben te közelharcban hatalmas lézereket ki tudsz osztani vele, és másodpercek alatt eltüntetheted az életerét az ellenfélnek, hogyha kell. SMG szerintem egyáltalán nem szükségszerű. Túrásra ott van az AR, a nagy és azonnali sebzése pedig a shoti. Nem igazán félelem metában egy SMG sem jelenleg. Az erejük vitathatatlanul ott van, egyáltalán nem gyengék, de sokkal jobban jársz, hogyha inkább helyettük egy extra helyet hagysz a híleknek és shieldeknek. És végül az íjakat tudom még ajánlani. A legutóbbi patchben buffolták az íjak sebzését fejbe, szóval már a mechanikus íjjal és a továbbfejlesztett változatéval tudsz akár 220-at sebezni. Így gyakorlatilag olyan, mint egy sniper régebben, sőt akár még jobb is lehet a tüzelési gyorsasága miatt. Az egyetlen nehézség bennük, hogy sokkal kisebb az indikátoruk, és nem közelítve annyira, mint egy távcső. Így nagy precizitás kell, hogy egy messzi célpontot eltalálj. De pont ezért kezd el a gyakorlást vele még ma, hogyha még nem tetted volna meg. Az íj segítségével és egy jól bevitt találattal azonnal előnyből kezdhetsz egy harcot. Ha valakit meglősz vele, azonnal le is pusolhatod, amíg gyógyít és te leszel a támadó pozícióban, ami sokkal felsőbbrendű, mint a védekező már csak mentalitás szempontjából is. Ha te vagy az, aki pusol és támad, több opciód lesz, és könnyebben dominálhatod a harcot és sarokba szoríthatod az ellenfeled. Az íjak közül arénában a Sting és Mechanical Bow-ot tudom ajánlani a legjobban. Az, hogy melyiket viszed el, rajtad múlik és a játékstílusodon. Hogyha bízol a pontosságodban, a Mechanicalt vidd el a nagyobb sebzés potenciál miatt, viszont hogyha szeretnél egy kis extra utility-t és majdnem garantált sebzést, akkor a Sting Bow-ot. Nagyon hasznos arra, hogy megakadályozza a hílelésben a másikat, és folyamatos nyomást tud gyakorolni a boxára. A következő tippek gyakorlatilag csak a boxfightokra lesznek kiélezve. A legtöbb harc amúgy is így dől el, hogyha csak nem kap valamelyik fél egy halálos árlézert 4 headshottal egymás után, vagy egy 200-as így fejlövést. Általában nem ajánlott egymás után kétszer megütni valakinek a falát. Bár csábító lehet, hogy megpróbáld azonnal átvenni, a legtöbb játékos már nem hezitál és rád fog nyitni egy editet. Ezért tedd azt, hogy beleütsz egyet a falába, ezzel felhívod magadra a figyelmet, majd ragadj shotit és várj. Ha nem editál rád, akkor természetesen játszadozz ezzel, egyet ütsz a falába, egyszer a kezedbe a shotit veszed, és így tovább. Mivel ő lesz az, aki editál, ezért lövés előnyöd lesz. Ezután megteheted azt, hogy gyors belépcsőzöd, vagy akár magad alá raksz egyet, és gyorsan átfutsz a boxának a másik oldalára, hogy több oldalról pressuröl. Az előbb elhangzott helyzetet fordítva is meg kell tudnod játszani. Van, hogy te leszel a boxban, és valaki megpróbálja átvenni a falad. Te is bátran kezd el úgy megjátszani ezeket a helyzeteket, hogy mikor csákányozza valaki a falad, ráditelsz és lősz. Ajánlod, hogy egy kón legyen alattad végig, így nem fognak tudni téged belépcsőzni. Miután meglőtted az ellenfelet, csinálj lépcsőt a gúládból, editeld ki az oldalsó falat, és ugorj ki oldalra. Ezzel gyorsan high groundot is szerezhetsz. Ha ez a mozdulatsor még nehéz lenne, nincsen gond, kreatívban gyakorold, amíg nem megy már egymás után többször is. Nem egyszerű kieditálni a felső sarkát a falnak ilyen közelről és ilyen helyzetben, hiszen elég nagy mozdulat kell hozzá, de hogyha hiba nélkül megy a kivitelezése, akkor sokkal kevesebbszer fogsz a boxodba ragadni és ott meghalni.
Szintén, hogyha valaki pressuröli a boxot, az egyik legerősebb és legkevésbé kiszámítható dolog az, hogyha prefire-olsz. Magyarul ilyenkor hagynod kell, hogy kiüssék a falad, és gyakorlatilag abban a pillanatban lősz, amikor ez megtörténik. Hogyha jól időzít lesz, akkor kivétetetlen lesz, hiszen az ellenfél a falát nem tudja olyan gyorsan helyettesíteni a sajátjával, mint ahogy te rálőnél. Ha ezt beadtad sikeresen, akkor viszont gyorsan inkább hagyd el a boxod, hiszen lehet, hogy meglőtted őt, de hogyha nem halt meg, akkor a boxodnak az egyik fal az övé valószínűleg, amit lehet gyorsan ki fog használni. Szóval ekkor mondjuk érdemes gyorsan megfordulnod, egy lépcsőt magad mögé rakni például, és tovább terjeszkedni. Sokkal eredményesebb leszel a boxfightok során, hogyha terjeszkedsz. Egy egyszer egyesben nyilvánvalóan kevesebb a mozgástered és a lehetőséged, mint egy kétszer kettesben, ezért bátran hoz létre harc közben egy extrát, hogyha kell. Itt sokkal kevésbé leszel kiszámítható, jóval több edit opciód és tered nyílik meg, és sokkal kevesebb trükköt tudnak ellened alkalmazni. Ha valakinek át akarod venni a falát, akkor tégy egy rámpát a falától elfele, és legyél a tetején. Így, hogyha kiediten rád és be akar kónolni vagy boxolni, így sokkal nehezebben fog tudni, vagy egyáltalán nem. Ha pedig egy szintben akarod megközelíteni a dobozát, akkor egy kontrakt mondjuk elé, hogy ennyivel több opciód legyen a doboz előtt. Hogyha kiediten rád és meglő mondjuk, akkor menekülésképpen is az ott lesz, hogy mondjuk egy lépcsővé tud editálni, és fedezékbe kerülj. Ha egy alattad levő játékos támadsz és a falát át akarod venni, akkor már zuhanás közben próbáld meg a falát ütni vagy árrel túrni. Így már azelőtt egyel előrébb leszel az átvételében, mielőtt realizálná, hogy egyáltalán megtámadta valaki. Ha valaki úgy próbálja átvenni a falat, hogy se lépcső, se gúla nincs alatta, csak editálj ki rá és boxold be. Kezd a lépcsővel, hogy ne tudjon meglőni, majd falakkal és a végén gúlával a tetején dobozol be. Ezután felezd meg a lépcsőd, és hogyha cifrán akarod megjátszani és extra biztonságosan, akkor állítsd még vissza a falat, és egy optimális jobbkezes edittel és píkkel lőd le. A 9. tippem pusztán egy bemelegítési módszer lenne. Erősen tudom ajánlani, hogy a nap elején egy 10 percet csak menj be kreatívba és építs magadtól. Viszont ezt úgy csináld, hogy a sensitivityd a felére csökkented. Talán ez a tanács leginkább az egérrel játszóknak hasznos, de kontrolleresként sem állt kipróbálni. De az én tapasztalatom az az, hogy így úgymond jobban rá tudom magam erőszakolni, hogy a kezem ébredjen fel, és igenis meg kell mozgatni rendesen az egeret és kezed ahhoz, hogy történjen valami. 10 perc gyakorlás után visszaállítom az eredeti érzékenységhez, és sokkal gyorsabb és magabiztosabb leszek az egérkezelésben. Ezután még 10 percig építek és editelek a normális érzékenységemmel, hogy visszálljon a muscle memory. Először kicsit úgy is fog érződni, mint hogyha az eredeti érzékenységed valójában sokkal gyorsabb lenni, mint valaha, ugyanis lehetséges, hogy sok idő után először játszottál jóval kisebbel, és úgymond ellustult már a kezed. A videót egy Fortnite-on kívüli tanáccsal zárnám, ami szerintem az egyik legfontosabb, de nem nagyon szokt senki emlegetni a jelentőségét. Ez pedig a következetes játékpozíció. Ezt úgy értem, hogy mindig ugyanúgy ülsz a székben, mindig ugyanúgy tartod a billentyűzeted, karod és az egész tested. Természetesen egyénenként abszolút változó lehet, hogy mekkora igénye van valakinek erre, de lehet, hogy te még bele sem gondoltál abba, hogy ez mennyire fontos lehet. Én valamilyen szintű OCD-ben is szenvedhetek, de nekem borzasztóan fontos, hogy mindig, amikor leülök játszani, akkor semmilyen külső tényező ne zavarjon meg. Minden tárgyi elemnek a szobámban következetesnek kell lennie. A székem magassága adott, hogy az alkarom kényelmesen felfeküdjön az asztalra. A billentyűzetem kicsit elfordítom, így a hüvelykújjaimnak sokkal kényelmesebb hosszú távon. Az egerem körül ne legyen semmilyen felesleges dolog, mint például pohár, vagy mosatlan tányér, vagy bármi más, amit az asztalodon szeretsz tartani. A monitorom magassága mindig adott, és tökéletesen szembe ülök vele. Nem vagyok hosszú ujjú pólóban, mivel a bőr csúszását szeretem a legjobban az egérpadomon, más anyag súrlódásához nem vagyok hozzászokva. A játékom, fejesem hangereje mindig ugyanaz, természetesen a beállításaim és egérérzékenységem és DPI-om is, illetve vizet is tartok magam mellett, hogy hidratált maradjak és tudjak koncentrálni. Így, hogy minden környezet és fizikai tényező következetes és adott, már csak egyetlen egy dolgon múlhat a teljesítményem, az elmémen és a belerakott tudáson. Az pedig az előbb elhangzott tippekkel nap mint nap tudod fejleszteni.